Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Robot Távcsövezés és Sportíjai című előadásomon. Egy kicsit, hogy jobban láthassuk a dolgokat, sötétségbe borulunk. Hogy miről is lesz szó a mai előadásban, egyrészt egy kis ismertető általános információ a robottávcsövekről, pontosabban azokról a robottávcsövekről, amiket én is, illetve több asztrofotós társam használ. Ugye a robottávcső hálózatokról is fogok beszélni, hogyan használjuk ezeket, egy kis gyakorlati útmutatóval is készültem, illetve azért ez egy ilyen, hogy is mondjam, egy kicsit megosztó téma, tehát egy ilyen mérleg nyelvét is megpróbáljuk valahogy belőni, de előre bocsátom, hogy azért nagyon-nagyon nehéz lesz, úgyhogy a kérdéseknek az öme az nyitva marad, és mindenki eldöntheti magában, hogy merre dőljön. A saját tapasztalataimról, képekről is fogok egy kis bemutatást tartani, illetve arról, hogy milyen jövőkép várható itt a robottávcsövekkel kapcsolatban. Ugye kezdjük azzal, hogy mit is nevezünk robottávcsőnek. Ugye az ember által előre beprogramozott eszköz, ami képes úgymond idézőjelbe önműködésre. Na most! Ilyenből azért már van nagyon-nagyon sok, ugye, hogyha megnézzük azt, hogy a 20. század második felében ugye az elektronika egy belépett a csillagvizsgálókba, egyre több ilyen eszköz kezdett elterjedni, ugye megjelent a 20. század végére már a távvezérlés is, és ugye ami nekem itt most a lényeg, amiről szól az előadás, hogy mi most nem erről beszélünk, a profi csillagvizsgálókban lévő távcsövekről, hanem azokról, amit bárki tud, amatőrök használhatnak távvezérléssel, mondjuk a világ bármelyik, majdnem bármelyik táján. És hát az a helyzet, hogyha most így belemegyünk ebbe, hogy mi a robottávcső, akkor ugye látjuk, hogy nem feltétlenül az, amit most nyilván az amatőrök használnak, mert lehetne a robottávcső ugye a profik által használt is, viszont amíg a köznyelvben az asztrofotósok között, mikor robottávcsőről beszélünk, akkor csak erre értjük, amit bárki által használhatóvá tettek, és hát erre mondjuk azt, hogy szerintem jelenleg helyesebb lenne az, hogyha ilyen távvezérlésű bértávcső, nem rövidebb a szó, de mindenképp helyesebb, mint hogyha most egyszerűen csak simán robottávcsőnek nevezzük. Ilyen téren ugye ez az eszközöknek a fejlődése gyorsabb, dinamikus volt, mint a erre alkotott szó használat. Iszonyú népszerű lett ez az utóbbi évtizedben, azt mondhatom. Mi ennek az oka? Nagyon-nagyon sokan szeretnének még szebb felvételeket készíteni, még jobb, még nagyobb felbontásban, illetve kipróbálni olyan eszközöket, amikre mondjuk hát nem igazán van spórolási kiútunk, tehát hogy akármennyit mondjuk évtizedekig spórolunk, akkor se lesz mondjuk így többségében olyan eszköz a kezünkbe, amivel mondjuk itt néhány ezer forint után tudunk dolgozni. Ugye hát nyilvánvalóan ez egy gyors, abszolút egy tervezhető, kiszámítható dolog, ráadásul még garanciális is, hogyha ugye nem sikerül a felvétel, akkor nem fog kárba veszni a pénzünk. És hát igen, ez szinte bármikor igénybe vehető, és a világ nagyon-nagyon sok táján megtalálható, tehát ez számunkra egy olyan helyszínválasztási lehetőséget tartogat, hogy mondjuk én vasamra ütök, és azt mondom, hogy délután 2-kor akarok valamit gyorsan lefotózni, akkor lehet, hogy éppen tudok ugye egy másik kontinensről távvezérlési eszközt használni. Egyébként itt a felvételen ugye az Astronomy Photographer of the Year nagy-nagy asztrofotós verseny, amit a Greenwich-i csillagvizsgáló ír ki. Itt egészen ugye 2019-ig volt a robottávcső egy külön kategóriában, itt ezt a kategóriát utoljára a magyar Dr. Francsics László nyerte meg ezzel az infravörös Saturnus felvétellel. Azóta, tehát 2020-tól kezdve a versenyen beolvasztották a különböző kategóriákban a robottávcsőes képeket, tehát olyan téren így egyenlő módon indul, mondjuk, mint egy saját eszközzel készült fotó, hogy ez jó vagy nem, ezt mindenki döntse el maga is. Hát ugye, hogy mi a helyzet?
a vállalkozóknak, akik ilyenbe belefektettek, nyilván megéri ebbe belefektetni, mert folyamatosan azt látjuk, hogy jönnek létre az új hálózatok, illetve egyre több ember használja. És hogy mik ezek a hálózatok, vagy többségében, én itt kigyűjtöttem őket, de ez a lista ez nem teljes. Illetve nyilván nekem is van egy ilyen korlátozott befogadó képességem, tehát az általam ismertebb hálózatokat gyűjtöttem ki. A Chilescope, a Deep Sky West, az Insight Observatory, az iTelescope, a SkyGems, vagy SkyGems, bocsánat, Remote Observatories, a Telescope Live, ezek mind-mind különböző országokban kínálnak távvezérlésű eszközöket. És hogyha ezt térképre vetítjük, akkor azt látjuk, hogy tényleg szinte nincs olyan pillanat, amikor mondjuk ne lehetne kibérelni valahol egy robottávcsövet a nap bármelyik időpontjában. Az is egy jellemző dolog, hogy ha megnézzük ezeket a kis jelölőket, akkor többségében Chile, valamennyi ott Új-Mexikó környékén, vannak Spanyolországban, Namíbiában, illetve még ami népszerű, az az ausztráliai sötét égbolt vidékekre telepített eszközök. És egyébként azt még meg kell jegyeznem, hogy sok esetben ezek a távcsövek, hát lehet, hogy két különböző hálózat kínálja, de valamikor ezek fedésbe vannak. Teszem fel, mondjuk van egy 30 centis távcső Chilében, és ugyanazt a távcsövet használja mondjuk az Inside Observatory, meg mondjuk a Telescope Live. És akkor mondjuk valaki a Telescope Live-on lefoglal egy időpontot, akkor az Inside-ba is megjelenik az, mint egy lefoglalt időpont, amit nem tud alkalmazni az Inside-os emberke. Hogyha egyesével végigmegyünk ezeken a hálózatokon, kezdem a Chilescope-pal, a kínai az még egy kicsit hát előrevetített dolog, mert még oda nem, vagy ott már kiépítették a hálózatot, de még nem kezdték el a használatukat. Chilében van a sok olyan műszer, amit ugye most alkalmazhatunk. Egészen ugye 100 mm-t, 1000 mm-es átmérőjű távcsövekig, és hát egy ilyen nagyon-nagyon fontos kérdés ilyenkor, én azt vettem észre, hogy nagyon sok laikusban az a tudat van meg, hogy egy-egy ilyen eszközt, hát valami iszonyú pénz lehet kibérelni, ilyen milliós, több milliós eszközök, és hát hogy azt kibéreled, és Chilébe, és húha, hát ahhoz képest azért, hogy mondjuk milyen eszközzel dolgozik az ember, hogy itt alsó hangon egy nagyjából 11 ezer forint per óra árral el tud indulni, és akkor hát egészen persze a legnagyobb távcsövekig, és akkor ott már ilyen 55 ezeres árakig mehetünk. Azért azt gondolom, hogyha kiutazik valaki Chilébe, és még olyan eszközzel próbálnak kiutazni, hogy nyilván lehetetlen, akkor kitelepít olyan eszköz, iszonyú nagy befektetés ehhez képest. És ami másik nagyon fontos dolog, és mindegyiknél van valamilyen szinten kedvezmény. Tehát, hogy ez az ár, ez az új holdas időszakra vonatkozik, viszont hogyha már valamennyire megjelenik a hold, akár már mondjuk egy ilyen 20-30%-os fázisban, akkor már elkezdünk valamennyi százalék kedvezményt kapni ezekből az árakból, és itt azt hiszem a Chilescope-nál konkrétan ilyen 50%-os árkedvezmény van akkor, amikor teli hold van. Na de hogyha teli hold van, azt azért ki tudjuk használni, még mélyegesek is, ugyanis ott vannak a keskeny sávú szűrők, amiből persze azért nem mindegyik a legjobb teli holdkor se, de meg lehet velük próbálkozni, hogyha valaki egy nagyon szép mélyégfelvételt szeretne készíteni, akkor egész olcsón ezt így ezzel megtudja. Van egy ilyen feltöltési, ilyen fizetési rendszere, hát ugye itt egy pont ér egy amerikai dollárt, és hát többségében mélyég objektumokra alkalmas ez a hálózat, de az utóbbi években kifejlesztették azt is, hogy az egyik kamerával már lehet akár bolygózni is, vagy holdazni. A Francsics László által készített felvétel is így készült, illetve Damien Peachnek
rengeteg felvétele, Jupiter, Saturnus felvétele, az mind a csilleszkóp eszközével szokott megvalósulni. És hát egy másik fontos dolog az az, hogy van egy minimális horizont feletti magasság, ami minden egyes hálózatnál elő szokott jönni, tehát nem lehet annyira hűde a horizont közeli objektumokat fotózni. Én ugye az üstökösökben vagyok, mondhatom, beleszerelmesedve, és ez nekem nagyon-nagyon hát nagy szív fájdalmam, mert sok esetben ezek ilyen 5-10-15 fokon vannak, és így pont nem, úgyhogy akkor mindig érdemes egy kicsit kísérletezni, hogy mondjuk, ugye nyilván nem az üstököst tesszük akkor a látómező közepére, hanem megpróbáljuk egészen a szélére, és akkor hát, ha még pont beleférünk ebbe a limitbe, és megvalósulhat a felvétel. A másik, és azt hiszem, hogy ez talán a legjobban elterjedtebb, leghíresebb, és egyrészt a legrégebb óta létező ilyen hálózat, az Eye Teleszkóp, aminek már, mint látható, sokkal több ilyen, sokkal több kontinensre is elhelyezte az eszközeit, ugye a USA, Ausztrália, Chile, Spanyolország, tehát egész széles a lefedés. Itt is ugye a 100 mm-től, ugye a 610 mm-ig megyünk, és ami még itt érdekesség, hogy hát a legolcsóbb az 7000 forint környékén van az eszközök közül, de van egészen ugye 50 000-ig is. Ami még egy érdekesség, hogy mostanában kitalálták azt, hogy a teliholdas időszaknál bizonyos eszközöket ingyen rendelkezésre bocsátanak. Tehát aki regisztrál, akkor ingyen tud használni, azt hiszem, hogy nagyjából kb. Egy órányit, egy nap egy eszközzel. Ez megint csak jó lehet mondjuk akár egy keskeny sávú felvétel készítésénél, de különböző tudományos mérésekre is egy abszolút nagyon jó kis megoldás lehet. És egyébként a célobjektumoknál ugye a mély ég és a naprendszer itt is előjön. Itt bolygózni még nem lehet, de a holdat akár már le lehet fényképezni, mondjuk klasszikus mélyhelyes kamerával nem mindig a legjobb, de azért a semmitől több, és mostanában kezdik azt bevezetni, hogy ilyen teljes kontroll alatt lehet majd tartani az eszközöket, ez még azért nagyon gyerekcipőbe jár, tehát ezzel akár mondjuk lehetséges, hogy majd bolygófotókat is így el lehet majd készíteni, és a minimális horizont feletti magasság, én nagyon örültem neki, hogy most már egészen 5 fokig lemegy, nem mindegyik eszköz, vannak bizonyos eszközök, amik 5 fokig is le tudnak. Ezeknek a többség azt hiszem, hogy az észak-amerikai részen vannak. A SkyGems egy néhány évvel ezelőtt létrejött, egy szerintem 3-4 évnél idősebb hálózat nem lehet. A fő eszközei Namíbiában vannak, Lukás Demetz volt, aki ezt így megálmodta, de már partneri szerződéseket kötöttek az Amerikai Egyesült Államokban, Spanyolországban, illetve Olaszországban is egyes eszközökkel, ugye más hálózatokkal itt van egy ilyen egybefonódás. Itt is ugye 106-tól az 510 mm-ig vannak távcsövek, és ez az, amit így ajánlanék, hogyha árértéket nézünk, mint ahogy láthatják, tehát 10, most azt mondom, hogy jó, hát ugye a forint most elég ingadozó, de legyen az, hogy 15 000 forintnál többe nem kerül mondjuk egy órányi használat, és ugye itt is itt vannak a holdfényhez kötött kedvezmények, ugye itt is az egy pont az egy eurót ér, itt viszont még nem lehet naprendszerbeli objektumokat, csak hogyha ugye kifejezetten erre irányítjuk a távcsövet, és megpróbálunk mindent megtenni, hogy valami értékelhető kép legyen ugye ezek a mélyeges beállításokkal, és itt is a horizont feletti magasságot igyekeztek most már redukálni, és 8 és 35 fok között van. Ugye a másik, ami még így mostanában lett felkapott, a Teleszkóp Live. Itt is Chile és Spanyolország a két fő helyszín, de van Ausztráliában is eszköz, ugye 100-tól az 1000 mm-ig, az 1000 mm-es az megegyezést mutat a csilleszkóp 1000 mm-esével,
Itt is már ugye az 50 ezer környéki árakról beszélünk, hogyha eljutunk az 1000 mm-es távcsövekig, és itt egy külön más feltöltési rendszerről beszélünk, még bocsánat, az iTelescope-nál elfelejtettem mondani, hogy ott egyrészt lehet ilyen úgynevezett plan-re, tehát egy ilyen előfizetési rendszerre befizetni, hogy mit tudom én, minden hónapban 20, 40, 80, 120 dollárt vonjon le az ember számlájáról, és akkor ezzel lehet valamennyi képet majd írni, akár amit előre elkészítettek, illetve még ugye, amikor a saját maga az ember mondja meg, hogy ugye mit szeretne fotózni, ott is van egy bizonyos pontszáma az egyes távcsöveknek, és akkor így el lehet ezeket használni. Itt viszont teljes mértékben elő kell fizetni. Én itt 3 fokozatot raktam ki, magyar embernek a platinum, meg ezek már nem annyira kecsegtetőek. Ugye bronz az ilyen 1600 forint, ez is 8000, arany nagyjából 20000 forint, ezek még úgy talán ilyen emészthető kategóriák, és hát a bronz az nem sokat fog sajnos érni, így nagyjából az ezüstnél indulnak be azok a funkciók, amikor megmondhatjuk az adott eszköznek, hogy ugye merre menjen. Itt is ugye mélyégés naprendszer objektumok vannak, és nagyjából ugye 20 fokig tud lemenni. Na és akkor itt jön az, hogy hogyan használjuk, egy kis gyakorlati bemutató ezekről. Hát a legfontosabb az a tervezés, de kezdjük azzal, hogy van olyan eset, amikor még a robottávcsöveknél tervezni se kell, mert hogy felkínál nekünk egy úgynevezett ilyen one-click observations, tehát egy click observálás, tehát egy klikkes észlelés. A legnépszerűbb objektumok, mit tudom én, M31, megnézhetjük az Orion ködöt, stb. Tehát lefotózhatjuk, és akkor így van egy Orion köd felvételünk, anélkül, hogy bármiféle komolyabb csillagászati ismerettel rendelkeznénk, vagy lenne egy nagyon tudatos koncepció. Ez nyilván a kezdők számára egy remek lehetőség, de aki jobban bele akar mélyedni, az eleve már tervez. És hogy ugye hogyan szokott egy asztrofotós tervezni, szerintem nagyon sokan ismerhetik itt önök közül a Telescopius weboldalt, ami nem csak a robottávcsövekre jó, hanem már eleve az asztrofotós tervezésre is egy remek weboldal. Szerintem ezt itt nézhetjük sokáig, de lehet, hogy a legegyszerűbb az, hogyha itt most meg is mutatom. Jó, itt vagyunk. És lehet leülök, hogy valamennyi látszódjon is. Szóval itt egyrészt mondjuk, tudok egy olyat, hogy nem, mondjuk mi legyen. Hát jó, rákattintunk erre. Hogyha valaki a saját eszközét szeretné megadni, akkor ugye itt hozzá tudja adni. Én is itt már néhány eszközt beírtam. Van olyan eszköz, ami nem a saját eszközöm, hanem más robottávcsöves hálózatról írtam be az adatokat, és ezzel próbálom szimulálni a látómezőt. Viszont, mint ahogy látható, az iTelescope az például egy partnere, és hogyha itt rákattintunk, akkor az összes iTelescope által számunkra rendelkezésre bocsátott eszközzel, vagy eszközt le tudjuk szimulálni, mondjuk egy ausztráliai T9-es eszközre, amivel nyilván az NGC 6946 az nem igen fog látszódni, de mondjuk legyen egy észak-amerikai, és akkor itt tudjuk tervezni. És itt nagyon fontos, hogy itt már a látómezőt már úgy forgatta, ahogy az van, mert hogy itt a robottávcsöveknél azért nem minden esetben az van, hogy a nulla fokra beállítják, betájolják a kamerát, hanem sokszor van, hogy egy picit el van mozdítva, és akkor így ez fontos dolog, mert hogy talán az itt bemutatott sok-sok távcső közül, talán 2-3 az, amelyiknek, hogyha megadjuk, hogy milyen pozíciószöget szeretnénk, akkor
meg tudják csinálni, bár azt mondjuk nem tudom, hogy hogyan, de képesek rá. Úgyhogy itt ez egy nagyon fontos dolog a tervezésnél, hogy erre iszonyúan figyelni kell, hogy milyen a látómezőnek az elforgatása. Itt is ugye teljesen más lett rögtön. Nagyon jó, mert ugye mozaikot is lehet tervezni, és akkor így könnyedén el tudjuk készíteni a felvételeket. Na. Hopp, és itt vagyunk. Viszont azt is tudni kell, hogy jó pár hálózatnál azért van egy ilyen saját ilyen preview, tehát ilyen előnézeti mód, amivel ugyanúgy szintén tudunk tervezni, de talán ez a Telescopius ez egy szinten feljebb van ezeknél. Hát ugye én hogyan tervezem? Nyilván ugye a témát kiválasztom, és nagyon-nagyon ügyelek arra, hogy a megfelelő horizont feletti magasság meglegyen. Nagyon egyszerű a dolog, mert hogyha azt látom, hogy éppen az ott nincs fent olyankor, akkor megnézem mondjuk egy másik kontinensről ezeket a stelláriumban, én beütöm az egyes robottársaság helyszíneknek a koordinátáit, el vannak nekem mentve, és akkor mindig így próbálom, hogyha onnan nem, akkor ott igen, akkor ott milyen magasan van, akkor mikor van ugye asztrodárk, amikor már tudok fotózni. Aztán ugye teleszkópiust szoktam általában használni, és ami még nagyon fontos, hogy megpróbálom az időjárást prognosztizálni, ami hát ugye veszélyeket is rejt magába minden téren. Az a helyzet, hogy hát amikor mondjuk egy-egy fotót eltervezek, az sokszor nem egy-két nappal előtte van, hanem lehet, hogy hetekkel előtte. Fene tudja, hogy milyen időjárás lesz. Annyit szoktam esetleg alkotni, hogy előtte egy-két nappal már jobban ránézek, és hogyha látom, hogy teljes mértékben ez így veszni fog, akkor lehet, hogy hagyom, és akkor ugye kiveszem a foglalásom, átteszem egy másik időpontra, megpróbálok valamit variálni, vagy megpróbálom azt, hogy meglátjuk. Aztán vagy szerencsém van, vagy nincs. Az expozíciós beállításokat ugye elvégzem az adott hálózaton, majd ugye lefoglalom és várom a csodát, vagy várom az FTP szerverről letölthető fényképeket. Na és akkor nézzük a gyakorlatban, hogy mi a helyzet. Én ezt a négy hálózatot szoktam sűrűbben használni, így ezeknek a gyakorlati használatát tudom önöknek jobban bemutatni. Kezdjük az iTelescope-pal. Az iTelescope.net oldalra, ha megyünk, akkor ugye itt mindenki tud regisztrálni a Join Now-val, de ugye én már ezzel megvagyok, tehát belépek a saját profilomba, és akkor nézzük, hogy mit látok. Én ugye jelenleg egy ilyen 40-es plan-ben vagyok, ami azt jelenti, hogy akkor ilyen 40 dollárnyit minden egyes hónapban kapok egy kis levonást, és akkor ezzel hát folyamatosan gyűjtöm a krediteket, és hogyha valami olyan van, akkor megpróbálom ezt felhasználni. Jelen pillanatban, hogy a kezelőfelület így néz ki, kinyitom az összes kis ablakocskát. Általában ilyen all-sky kamerákkal ezek a helyszínek el vannak látva. Ausztrália, Spanyolország, Chile, illetve a két észak-amerikai helyszín van itt előttem. Hát jelen pillanatban is tudnék fotózni, hogyha mondjuk Spanyolországban jobb lenne az időjárás, úgy tűnik, hogy ott borús, viszont ugye a másik helyszíneken nem igazán megfelelő így ez a hajnali 5 óra, illetve a dél környéki időpont Észak-Amerikában. Nézzünk meg egy példát, hogy mit lehetne mondjuk Ausztráliából. Rámegyek a T9-es eszközre. Van egy nagyon rövid kis leírás az eszközről, bár ez nem a legjobb, a Telescope Info-ra kattintva. Azért jobb betekintést kapunk abba, hogy
milyen kamerával van felszerelve, mit kell róla tudni, ezek azért nagyon-nagyon fontos dolgok. Viszont, hogyha szeretnék indítani egy felvételt, akkor én arra megyek, hogy ja, ez a one-click image, ami ugye ilyen népszerű objektumokat tartalmazó lista, tehát egyszerűen itt van egy étakariné, rámegyek submit és készít nekem különböző képeket. Viszont egy kicsit, ha komplikáltabbat akarunk, akkor ugye rámegyünk a Deep Sky Imaging and Planning-re. Itt ugye megadjuk a tervünknek a file nevét, ez most ugye teljesen mindegy, hogy mi. Itt a target, a cél, a cél objektumunk, itt is nagyjából teljesen mindegy, hogy mit írunk be. Egyszerű annyiból, hogyha mondjuk egy népszerűbb objektumot szeretnénk, akkor a koordinátáit beüti nekünk. Ja, bocsánat, mondjuk akkor legyen mondjuk akkor ne M16, legyen M17, és akkor nézzük, hogy mi lesz. Így van. Itt ugye frissítette, és innentől kezdve ugye meghatározhatjuk, hogy milyen expozíciókat szeretnénk. Ja, repeat az, hogy az itt lévő szériát majd megismétli, a Dither az pedig az, hogy egy picit bolygatni fog a felvételeken, ez nyilván a bolygatás az, hogyha több felvételt készítünk, azért jelentősen javítani fogja majd a mélyig objektum megjelenését majd a végleges képen, és akkor azt mondom, hogy mit tudom én, itt nehezen látok most, mondjuk legyen egy luminance fotónk, legyen egy vörös, legyen egy zöld, és legyen egy kék. Ugye innentől kezdve ugye megvan az úgynevezett LRGB képünk, tehát ugye egy színes és fény intenzitással még ellátott fényképünk alakul ki, de lehet ugye keskeny sávú szűrőket is használni. Itt ugye megadom a expozíciós időt, ami itt fontos ismerni, szerintem ezt itt nem írták, de a teleszkóp infóban ott van arról szó, hogy melyik expozíciós időhöz van kalibrációs felvétel, mert ugye most én beütöm azt, hogy mit tudom én, 115 másodperc, akkor azt nem fogjuk tudni kalibrálni. Így viszont ez így akkor működhet, ha mondjuk 60, 120, 180, 300 ilyen tipikus időket használunk. Na és akkor ez, hogyha ugye megvan, akkor elmentjük ezt a plant, ezt a tervünket, és hogyha itt a Make Reservation-re kattintunk, akkor bizony itt már lehet a foglalást intézni, és azt mondanám, hogy mondjuk ide szeretném, és akkor ugye itt ki lehet választani az előbb elmentett plenünket, konfirmáljuk, azaz ugye akkor megerősítjük, és akkor kész is van az egész, aztán várjuk, hogy mi fog majd ebből kisülni. Hogyha ennyit az iTeleszkópról, ja még annyit zárásként hozzá, hogy a data.iTeleszkóp.net oldalról tudjuk leszedni ezeket az elkészült felvételeket, hát ez nem a leggyorsabb, úgyhogy el lehet vele pepecselni, de türelem rózsát terem. Itt vannak ugye az eszközök, és akkor még azt mondom, hogy a T14-essel készült, itt nekem volt Leonard fotóm, megpróbálkoztam vele, vagy egy 29p üstökösről is készítettem. Ha belemegyek, akkor vajon látszik-e még valami, mert egy idő után azért örülni szokták. Na, itt vannak még. És akkor ugye a kalibrált képeket kiválasztom, letöltöm, és akkor innentől kezdve dolgozom velük. Na, iTeleszkópról ennyit. Nézzünk át a Chilleszkópra. Itt is. Ha belépünk, akkor ez a felület vár ránk.
a Start Observing-el tudunk indítani. Itt már ugye felteszi azt a kérdést, hogy mélyegest vagy bolygós fényképet szeretnénk. Én most azt mondom, mélyegest. Itt megadom a tervemnek a nevét, ez is teljesen mindegy, hogy micsoda. Az eszközt kiválasztom, ugye itt van ugyanúgy a csilleszkópnak is az infóban, leírásban, hogy mi micsoda, melyik eszköz milyen paraméterre rendelkezik. Lesz, le tudom ugye szimulálni a Telescopius oldalon. És akkor itt az a lényeg, hogy azt mondja, hogy mondjuk itt legyen egy 8, nem, legyen 9, 9 óra 39, és mondjuk ne 23-a, hanem 24-a, akkor azt látjuk, hogy a teleszkóp egy, tehát ugye ez a 1 méteres távcső az itt szabad, és akkor itt ugye el tudom kezdeni a plennek a létrehozását, illetve már itt láthatjuk azt is, hogy egy 30 perces ilyen kis szánszunk az 75 pontot fog majd felemészteni. Hogyha átmegyünk a Telescope Live-ba, ez annyiból különbözik, hogy iszonyúan rámentek arra, hogy vannak ezek az előre elkészített felvételeket, amiket így meg lehet vásárolni. Hát nekem rögtön így az arcomba nyomja, hogy bizony, vannak ilyen one-click observation-ök, hát nem a legnépszerűbb objektumokról, lehet gyűjteni hozzá az adatokat, van egy nagyon-nagyon sok lehetőségünk, van több éjszakáról anyag, és ezeket szépen ki lehet dolgozni. Na de hát itt ez, ugye, hogyha kezdjük azzal, hogy mindig megosztó ez a robottárcső, na de most itt azt nézzük, hogy valamit az ember ugye beletesz, belead, hogy valami egyedi képet létrehozzon, ez mondjuk tipikusan pont nem az. Tehát, hogy ez tényleg arra jó, hogy mondjuk letölti az ember, megnézegeti, hogy hogy néz ki egy ilyen kép, de ezzel olyan téren úgymond egy egyedi értéket nem fog teremteni. És az a gond, hogy az Advanced Request, tehát ugye ide kellene menni, hogyha én szeretnék úgy felvételt készíteni, hogy én magam határozom meg, hogy mit akarok, akkor már is jön az, hogy bizony ezt ugye Silver, Gold, Platinum Members, én pedig bronz vagyok, úgyhogy innentől kezdve kiestem, és hogyha akarom, akkor gyűjtögethetem ezeket a one-click observation-okat. Ha van lehetőség, akkor bizony ugye az ezüsttel már, azt hiszem ugye ezzel a kb. 20 dolláros előfizetéssel már lehet menni a világegyetem bármelyik pontjára. Viszont még ami nagyon fontos, hogy itt a Telescope Live-nak a tulajdonosa az nagyon-nagyon ügyel arra, hogyha az ezzel készült felvétel elkészült, akkor köteles az asztrofotós megjeleníteni, hogy a Telescope Live-val készült. Egyébként én azt gondolom, hogy a magyar asztrofotós azért ezekre mindig nagyon szokott ügyelni, hogy pontosan legyen minden írva, viszont nagyon sok esetben, és itt mondjuk egy ilyen példa volt, hogy volt egy apod kép, ami a Telescope Live-val készült, de egy semmiféle utalás nem volt arra, hogy ez Telescope Live-os kép. Ráadásul még valószínűleg ezekből a One Click Observation-ből lett összegyűjtve, tudom én, egy gömbhalmaz felvételre az anyag. És azért ez viszont valóban nem etikus, úgyhogy itt akármi van, ugye innentől kezdve, tehát ugye a nyugatiak erre nagyon-nagyon kell, hogy figyeljenek. A következő, a SkyGems, amit még itt bemutatnék, itt is, hogyha belépünk, hát ennek a kezelő felülete azért egy kicsit papadosabb, úgy, mint ahogy maga az ár is papadosabb, viszont attól függetlenül tényleg nagyon jó fényképeket lehet vele készíteni. Ellenben van olyan eset, amikor a kalibrációs képek nem annyira működnek, ez még annyira én sem tudom, hogy miért van, többen már beleestünk abba, hogy bizony, főleg, hogyha kevés adatot szerzünk, egyszerűen nem tudjuk valahogy úgy a flettet alkalmazni, mint ahogy kellene, egyszerűen
Ja, vannak ilyen flat könyvtárai az eszközöknek, mondjuk egy 2-3 havonta készítenek rengeteg flatet, amit ugye fel tudunk használni az adott időszakban készült felvételekhez, de akkor semmi sem működik. Úgyhogy vannak ilyen fura dolgai, de attól függetlenül azért ez még mindig egy nagyszerű eszköz. TAR, ugye Create Image Request, akkor itt felajánlja a sok namíbiai távcsövet, vannak spanyolok, namíbiai, Chile, most Olaszországból, és hogyha én ide rámegyek, akkor ugye megint csak megadom a projektnek a nevét, a koordinátákat, de ezt már ide beütve is meg tudom adni, és itt bizony van egy ilyen jó kis előnézet, amivel már lehet tervezni. Itt még azt is megmutatja, hogy milyen magasan van az adott objektum, hol van az, amikor már nem tudom tovább észlelni. A következő pontra, hogyha rámegyek, itt most mondjuk beütök egy ilyet, jaj, még egyet, igen, megyek egyet tovább, akkor bizony így itt is ki lehet választani a bolygatást, a szűrőket, ugye milyen expozíciós időket szeretnénk, hány darab kép készüljön, és még az egy nagyon jó funkció benne, hogy itt nem muszáj konkrétan egy adott időpontra, hanem azt mondom neki, hogy meglegyenek ezek a felvételek, teljesen mindegy mikor, csak mondjuk legyen ilyen vagy olyan a holdfázis, és készüljön el mondjuk fél éven belül a felvétel. Na, úgyhogy a SkyGames-ről ennyit, és azt hiszem, hogy akkor ezzel itt ezt be is fejeztem, és megyünk vissza az elmélethez. Hiba esetén többször belefutottam már abba, hogy hát beborult, vagy bármi olyan nem kívánatos dolog történt. Sokszor van az, hogy vezetési hiba van az eszközzel. Akkor az a legjobb az egészben, hogy tényleg visszaadják a pénzt. Nagyon sokszor még a kisebb hibákra is méltányosak. Nyilván nekik céljuk az, hogy megtartsák a közönségüket. Úgyhogy nem volt még soha olyan, hogy mondjuk így húztam azért a számot, hogy rossz felvételt kaptam. Az, hogy mondjuk rossz a kalibrációs kép, az már egy kicsit komplexebb probléma, de ez tényleg nagyon-nagyon ritka eset. És akkor, hogy mi a mérlegnek a nyelve? Ez egy hatalmas nagy harc a robotusok között, de nézzük, hogy milyen előnyök és hátrányok vannak. Nyilván az, hogy professzionális eszközökkel fotózhatunk, az egy hatalmas nagy előny, és nem mindig elérhető, sőt, ugye többségében nem elérhető. A helyszín választás, ugye sokkal-sokkal jobb égboltról tudunk ezekkel fotózni, mint mondjuk egy átlagos, mondjuk magyarországi vidéki égboltról. Ami még nagyon-nagyon jó dolog az, hogy nem kell saját felszerelést megvásárolni hozzá, ami ugye szintén iszonyat befektetés, hanem mondjuk, mint ahogy itt látható, néhány 10 000 forintból akár el lehet készíteni egy felvételt, ha valakinek csak ez a célja, hogy egy felvétel készüljön, vagy egy felvétel, egy asztrofotót elkészítsen. Kényelmesen otthonról végezhető dolog, ami manapság, meg hát így a Covid óta egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A tervezhetőség, a gyakorlásra való funkcionalitás, azt hiszem, hogy megkérdőjelezhetetlen, egy garancia is van, illetve az, hogy ha már ugye megvettük a képeket, vagy mi szellemi termékünk valamelyest, akkor ugye a használati jog is a miénk, és hát olyan dolgot is meg tudunk vele örökíteni, ami számunkra ugye elérhetetlen. Ami viszont hátrány is, hiába én most itt ilyen eltúloztam, hogy milyen előnyei vannak, és milyen hátrány, viszont az, hogy a személyes élmény hiánya, ezt úgy kellene most így nézni, hogy ez legalább akkora hátrány, mondjuk, mint amit én itt felsoroltam előnyöket. Aki nem tapasztalja meg, hogy milyen személyesen mondjuk asztrofotózni, nem tudja, mit hagy ki. Tehát egyszerűen hiába ez a sok előny, azért ez a hátrány, ez egy iszonyú nagy hátrány, a másik pedig az, hogy el lehet benne kényelmesedni, hogyha valaki nem figyel oda, hogy hát akkor megint indítok egyet, megint nem viszem ki a távcsövet, mert úgy borult, megint indítok egy felvételt. Aztán ott veszük észre magunkat, hogy a saját eszközünk ott pihen, miközben mi olyan számítógép előtt ülünk, és megint csak elveszik a varázsa, amiért mondjuk így csinálhatjuk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bizony ez inkább egy kiegészítő
nek alkalmas, mint sem fő műszernek, hogy valaki robottávcsővel észleljen. Na de hogy a tudomány szempontjából, ha megvizsgáljuk ezt az egész jelenséget, és nem vérmesen így ellene megyünk így első körbe, akkor bizony ez arra is jó, hogy különböző felfedezések, mérések, vagy egy frissen felfedezett objektumoknak a megerősítésében, kimérésében ez egy nagyon gyakran alkalmazott lehetőség, ugye változó csillagoknál, de illetve mostanában vannak olyanok, hogy planetáris ködöket fedeznek fel különböző asztrofotósok. Dressler például, ez a német asztrofotós, pont erre tette fel mostanában az elmúlt években ugye az életét, hogy megpróbálja ezeket az eddig fel nem fedezett planetáris ködöket, vagy szupernova maradványokat felfedezni, és sikerül is, és akkor mondjuk ők azt a robottávcsöves lehetőségeket használják ki, amit hát ugye saját eszközzel nem tudnának. Viszont, ha most itt megnézzük, van magyar is, aki ugyanúgy tudományos célokra nagyon sikeresen alkalmazza, ugye Fiduszt mindenki, azt hiszem ismeri, Friedrich Róbert tevékenysége, azt hiszem önmagáért beszél, ő is sokszor azt hiszem, hogy az iTeleszkóp eszközeit használja arra, hogy különböző változó csillagokat akár fedezzen fel, vagy mérjen ki, mérje meg a fényességüket. És hát, hogy nekem milyen saját tapasztalataim vannak, én azzal kezdem, hogy én miért próbáltam ki, ugye van saját eszközöm, mégis szerintem egy fél évre rá, hogy 2017-ben elkezdtem a komolyabb asztrofotózást, megpróbáltam. Miért? Volt ez a szupernova a tűzijáték galaxisban, nem tudom, hogy valaki emlékszik-e még rá, ugye a S2017 EAV, hogy valami ilyesmi neve volt, köszönöm. Szóval, hogy én ezt fotóztam, és annyira megtetszett ez a galaxis, meg hogy van benne egy szupernova, hogy akkor megpróbáltam egy kicsit jobb minőségű felvételt, kicsit nagyobb felbontásba, és hát innentől kezdve azért akkor volt bennem egy olyan, hogy akkor nézzük meg, hogy mit tudunk ezzel is, és akkor én magamból indulok ki, volt olyan, hogy szerintem akkor egy picit úgy meg is pihent úgy a saját eszköz, hogy hát milyen szuper dolog ez, hogy ilyen képeket lehet, én meg itt szenvedtem órákon keresztül, meg fagyoskodtam, és akkor, hogy hát nem lett a legjobb a felvétel, úgyhogy megpróbáltam kíváncsiságból. Aztán mentem tovább, és akkor így eltelt egy néhány hónap, és arra gondoltam, hogy oké, ott van az én eszközöm, jó lenne használni, hogyha már megvettem, viszont ez egy remek kiegészítő. Remek kiegészítő arra, hogy mondjuk jelen pillanatban én nem látom azt a fényt az alagút végén, hogy mondjuk kiussak a déli égboltot lefotózni. De itt is volt egy nova, hogy a Karina köd mellett 2018 tavaszán, mi lenne, hogyha megörökíteném. És ez egy nagyon jó lehetőség volt innentől kezdve, mert hogy egyrészt tudtam gyakorolni olyan felvételek készítését, amihez nem volt eddig módom, hogy a keskeny sávot kipróbálhattam, illetve tényleg egy esztétikus képen be tudtam mutatni ezt a novát. Aztán ugyanezt a módszert alkalmaztam, de inkább csak kíváncsiságból a sas és az omega köd megörökítésénél ugyanúgy készítettem hagyományos, illetve keskeny sávú felvételt is. És akkor még jött egy nagyon érdekes dolog, üstökösök. Amikor én elkezdtem, akkor pont ilyen üstökös hiátus volt. Itt volt az idő, hogy megjött a Virtanen. 2018. decemberében déli égbolt, gyönyörű szép kis csóvával, mit tudok tenni, ugye lehetőségek. Elengedem, spórolok, aztán majd lesz valami. Elutazok a déli égboltra, tehát a déli féltekére, hogy a déli égboltot tudjam nézni, vagy távészlelek, akkor bizony, akkor jött ez a megoldás, hogy megpróbálok távészlelni, és így az első komolyabb üstökös fényképemet is el tudtam készíteni. Majd aztán gondoltam, hogy egy nagyobb projektet indítok, és egy közel 10 órás felvételt készítettem a csilleszkóppal, az NGC 2467 nevű objektumról,
Ennek azt hiszem, hogy így van egy ilyen angol neve, ez a halálfejköd, hát most ki mit lát bele, de ez az objektum egy ilyen igazán elhanyagolt és egyáltalán tényleg nem ismert, sok esetben nem ismert gyönyörű mélyig objektum, úgyhogy gondoltam, hogy itt az idő, hogy egy szép felvételt így a magyarok elé tárjak. Aztán ilyen sokak által ismert, ugyanúgy a déli égboltról készült felvételt, tehát ugye az NGC 6188-ról, ez ugye Ausztrália és iTeleszkóp, majd egy olyan dolgot próbáltam megörökíteni, ahol két üstökös találkozik. Na most például erre is nagyon jó a robot távcső, mert nem mindig van erre lehetőség, hogy pont akkor is pont úgy meg lehessen örökíteni, és olyan látómezőben, ami akár esztétikus legyen. Itt a Mekno és a CPR 2018 N2 üstökös találkozása Ausztráliából. Majd aztán egy újabb üstökös találkozót sikerült megörökítenem a Chilescope-pal 2020 augusztusából, a Neowise, illetve a 2017 T2 Pan-STARRS üstökös együttállása szintén, és akkor itt most a novemberhez ide kapcsolódok, pontosan ilyen időszak volt 2020 novemberében, amikor a C2020 M3 Atlas üstökös így elhaladt az Orion mellett. Mi Magyarországról egyáltalán nem láttuk, viszont így a Chilescope eszközeit használtam arra, hogy így megörökítsem ezt a gyönyörű együttállást, akár csak ugyanúgy az M3 Atlas, amikor az Auriga két prominens ködje között haladt el. Használtam a Teleszkóp Live-ot is egyszer egy ilyen nagyobb projektre, az Éta Kariné csillag és környezetének megörökítésére, most már ugye megyünk egyre közelebb a jelenlegi időponthoz, ugye 2021. decemberében járunk, jön a Leonard üstökös. Hát volt nagyjából egy ilyen három éjszakánk, amikor tudtuk. És pont ugye december 3-án volt ez a gyönyörű találkozó az M3 gömbhalmazzal. Erről totálisan lemaradtunk mi magyarok, viszont Spanyolországból, illetve az észak-amerikai T14-es eszközzel meg tudtam örökíteni. De most itt például felteszem azt, hogy mi ugye ezt nem tudtuk, akkor most így elengedjem, vagy megörökítsem. Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból azért meg egy nagyon jó dolog, hogy sikerült egy képet mégiscsak készíteni, még hogyha nem is a saját eszközzel. Ajjaj, és aztán jött az nagy-nagy csoda, amiről megint csak lemaradunk, és most megint csak mihez nyúl az asztrofotós, hogyha meg akarja örökíteni, vagy ugye elengedi. Én meg akartam örökíteni, december 15-től kezdve egyre több kitörés volt a Leonard üstökös magjában, és december 21 vagy 22-én tudtam ezt a felvételt, azt hiszem 21-én tudtam elkészíteni a namibiai SkyGems eszközével. Ez azért egy szűkebb látómező, és megint csak egy olyan képet lehetett, amit mondjuk egy saját eszközzel nem igazán, és most nem csak azért, mert hogy a déli ég volt, hanem azért, mert hogy a látómezőnek a mérete azért teljesen más. Amit itt még érdemes, hogy iszonyú nagy verseny volt ezért a robot távcsövért. Tehát a SkyGems volt az egyetlen, ami Namíbiában, és pont olyan horizont feletti magasságban tudott rögzíteni. Én pont külföldön voltam, hazaértem, és az volt az első dolgom, 20-án értem haza, ez volt az első dolgom, hogy amit csak tudok, lefoglalok, de már alig-alig volt hely, ilyen néhány perces helyek maradtak, és ezért van az, hogy én itt csak 6 percből tudtam gazdálkodni, akár csak december 25-én a 3 perc, tehát pont annyit tudtam besűríteni a foglalások közé, hogy egy színes felvételt tudjak készíteni. Itt egy tipp
aki szeretne üstököst fotózni, és nagyon-nagyon kevés idő jut rá, hogy a luminancia képet azt lehet, hogy ebben az esetben el kell engedni, és tényleg arra fókuszálni, hogy legalább a színes kép létrejöjjön. Iszonyú nagy szerencsém is volt abban a tekintetben, hogy pont ugye az Ion csúvának a leszakadását sikerült megörökíteni, és biztosan sokan látták az idei Greenwich-i év asztrofotósa versenynek az abszolút győztesének a képét, Gerald Rehman is pont ugyanezen a napon örökítette meg. Ő is robottávcsövet használt, de ő a saját telepítési robottávcsövét. Úgyhogy az azért úgy kicsit másabb. És így neki szerencséje volt még annyiból, hogy ezáltal tudott több, mint 3 percet fotózni, még egy 15-20 perces fotón meg tudtam mutatni. Nagyon-nagyon vártam december 27-ét, mert akkora sikerült nagyjából 10 percet lefoglalnom. Hú, na, majd most. Ott van a távcső, így ott. Végig derült volt, na, akkor nem. És itt van a robotávcsőnek az emberi oldala, hogy megjött az, hogy már is, hogy megjött ez a figyelmeztetés, hogy eltördölték a foglalásom, borult. Hú, no, mit csinálok, ezt nem hiszem el. Látom, hogy már megy el a felhő, el van törölve a foglalásom, hamarosan kezdik majd a másik embernek a foglalását, de lehet, hogy ugye azt is eltörlik, és akkor, de mindenki a kopóruljál. És így ennyi volt. Pedig ez tényleg egy ilyen hatalmas nagy álom. Na de, még szerencse, hogy tényleg ezeket azért valamelyest meg emberek vezélik. Lukács Demetzre ráírtam, megpróbáltam. Volt egy ilyen WhatsAppos ilyen help desk oda nyújtva, hát megpróbálom. És én tudtam, hogy a Lukács Demetz azért iszonyúan erre ugyanúgy rá volt kattanva, hogy minél jobb képek szülessenek az ő eszközébe, azonnal válaszolt. Írtam neki, hogy látom, hogy fátyol felhős, látom, hogy igen, de hogy nem lehetne mégiscsak ezt a foglalást elindítani, mert van pár percem, hát nekem nem baj, hogy egy kicsit felhős, valamit próbáljunk meg. És azt láttam, hogy néhány perc múlva már indultak is a felvételek. És persze nagyon-nagyon hálásan köszöntem neki, hogy hú, sikerült. Egyébként ugye ezek a nagyon csúnya csillaghalók pont a fátyol felhők miatt vannak. Egy picit már átnyúltam a következő embernek a foglalásába, ami ugyanúgy ugye el lett törölve, de mondom, hogy ha most nem lett volna ember az automatizmus mögött, akkor ez a kép nem készült volna el. És egy másik felvétel, amit robottávcső segítségével tudtam. Ez most az idei év asztrofotósa versenyen a bolygók, üstökösök, kisbolygó kategóriában a harmadik helyezést érte el. Ugye az SH2-261, az Orionban lévő H2 régió, egy ilyen gyönyörű vörös emissziós köd, előtt haladt el a fény üstökös. Ezt 2021. februárjában kinéztem, hú, ez valahogy meg kell, hogy legyen. Láttam, hogy Magyarországról nem pont középen lesz, de ugye az októberi időpontot már ugye eleve néztem, hogy eleve nem biztos, hogy nagyon-nagyon alkalmas lesz arra, hogy megörökíthessek bármit is. Plusz még van nekem egy olyan, öröm az ürömben, hogy én ugye Budapesten is, meg Tápjóbicskén is élek, Budapesten én tanítok, egy csúnya panellakásban be vagyok ilyenkor zárva, de hála a jó Istennek, mert nem tudok akkor kimenni éjszaka asztrofotózni, mert másnap akkor elaludnék én is az első órán, és akkor az olyan egyszerűs lenne. Úgyhogy októberben eleve tanév közben erre nem nagyon van lehetőségem, hogy fotózzak, így akkor meg volt az adva, hogy amit csak tudok, olyan eszközt megpróbálok lefoglalni erre az időpontra, és az iTelescope T11-es eszközére esett a választásom. Hát meglepődtem, azért a nyersanyag még nem mutatott annyira sok biztató dolgot, de ahogy így elnéztem a köd struktúráit, így arra rájöttem, hogy tök jó lenne ezt így rendesen előhozni, és akkor volt az, hogy október 4-én ment át azt hiszem az üstökös, egy pár nap után elment már ugye arra, azt hiszem
és 9-én tértem vissza pontosan ugyanerre a látómezőre, és akkor még alfás felvételeket készítettem meg, még megpróbáltam egy kicsit több expozíciót gyűjteni az egészre, és akkor úgy, ugye eleve az üstökös mindig maszkoljuk a felvételekre, úgy maszkoltam, hogy így ez a kettő most már sokkal-sokkal látványosabban megmutatkozzon. És hát ugyanezt a vörös-zöld színkombinációt alkalmaztam most a legutóbbi robotársüves felvételemhez, a C2017 K2 Panstars üstökös, hát itt az Ophiuchi, ezt most nem biztos, hogy jól mondtam, Ophiuchusban, ezt jól mondom? Ophiuchusban, oké. Csillagképben éppen már hagyta el, és ugye átment a Skorpióhoz, ami gyönyörű együttállások voltak ott is már egy készülget a felvétel, de az még nagyon gyerekcipőbe jár. Na és akkor zárásként, hogy milyen jövőkép és milyen következtetések vannak nagyjából. Jövőkép az például, hogy ha erre a képre ránézünk, ez szintén egy kategória győztes felvétel, a Stars and Nebulae kategóriában az Astronomy Photographer of the Year versenyen. Egy gyönyörű Helix köd kép, 22,5 óra integrációs idővel. Akárcsak, szintén egy robottársas kép nyerte meg a Galaxis kategóriát a Inside Observatory-val 10 órányi expozíciós idő a Sombrero-ra. Hát, ugye nagyon-nagyon nőtt a népszerűség, egyre elfogadottabb az asztrofotósok között nyugaton, és talán most már azért ez Magyarországon is, ugye egyre több a hálózat, és folyamatosan bővítik, tehát látszódik, hogy van valami olyan, ami ezt így fenntartja, és egyre csak bővül. És kigyűjtöttem azt, hogy jelen pillanatban az év asztrofotósa versenyen a Galaxis kategóriában a 10-ből 6 kép az robottávcső. A Planets, Comets and Asteroids-ba 10-ből 6 kép robottávcső. Egyébként ugye a Riemann nyerte a kategóriát a saját robottávcsővel, a második helyen Damien Peach egy csilleszkópos, a harmadik helyen meg én ugye ezzel az amerikai robottávcsővel. A People and Space az még oda is beférkőzik a robottávcső. Egy felvétel azzal készült. A Stars and Nebulae-ben 20-ból 7, és a Best Newcomer, tehát ugye a legjobb újoncok kategóriában, és a 12 bejutott felvételből 4 robottávcsővel készült, hogy ez most jó vagy nem jó, ez mondom, mindenki maga döntse el. Na de mi van a hazánkban? Ez még azt gondolom, hogy még mindig egy iszonyú megosztó téma, és természetesen egyetértek, és maximálisan meg tudom azt az álláspontot érteni, aki ezt még úgy megpróbálja úgy elítélni. Én azt az oldalát képviselem a dolognak, hogy amikor nincs rá lehetőség, hogy mondjuk egy adott különleges eseményt, vagy bármit megörökítsünk, akkor itthonról, akkor most miért ne próbáljuk kihasználni? Azt még ugye hozzá kell tenni, hogy nyugaton már ez ugye sokkal nagyobb népszerűségnek örvend, tehát sokkal kevesebb a magyar robottávcsöves fotós. Ami viszont egy nagyon érdekes projekt lehet itt a jövőben, a Sicsápi Amatőr Csillagász Egyesület, illetve a Magyar Asztrofotósok Egyesülete a most nemrégében, egy pár éve piszkéstetőről lecserélt 50 centis távcsövet newtonizált, és innentől kezdve egy remek asztrofotós eszköz lett belőle, ami valószínűleg majd a későbbiekben bárki által távvezérelhető eszköz, vagy legalábbis az Egyesület tagjaiaknak biztos, de lehetőség lesz szerintem arra is, hogy majd bárki által ugye egy bizonyos összeg ellenébe, ugyanúgy, mint hogy ezek a külföldi weboldalak, végre Magyarországról is tud fotózni. Szóval, hogy kinek éri meg ez az egész? Én azt gondolom, ez abszolút szubjektív vélemény, aki kísérletezni és tanulni szeretne, például nekem pont a napokban érkeznek meg az első keskenysávú szűrőim, eddig csak így tudtam fotózni, viszont nagyon jó, hogy nem a nulláról fogom indítani, hogyha most a saját eszközeimmel fotózom. A másik pedig, hogy kinek éri meg, tehát aki képes az önmérsékletre, és
észszerűen, tudatosan tudja ezt használni, nem esik át a lónak a túloldalára, hogy akkor innentől kezdve a saját eszköz a sarokban, és akkor csak a számítógépen, és akkor mennek majd a fotók, és nagyon szép minden, és az égboltot meg elfelejtjük. Szóval én azt gondolom, hogy ez inkább egy kiegészítő, és egy lehetőség arra, hogy akár felfedezzük a déli égboltot, méréseket végezzünk, meg olyan képeket készítsünk, amire más módon így abszolút nem lenne lehetőség. Én ezzel zárnám is az előadásomat, és hát mondom, ez a sok-sok kérdés, ez biztos mindenkibe így felgyülem lett, vagy felmerül, hogy tényleg mi ennek a jövője, vagy mennyire van létjogosultsága, de erre nagyon-nagyon nehéz választ adni, azt gondolom. Úgyhogy ez még nem az az előadás, amiben a konklúziót le tudjuk vonni. Köszönöm szépen a figyelmet!